Kedves vendégeink, mindenkit sok szeretettel köszöntök a Kispesti Nemzeti Estek és a Magyar Kincsestek közös előadás sorozatán immár a 7. évben, illetve nagy szeretettel köszöntök Tóth Bálintot, aki visszajáró előadónk, mindig nagyon érdekes témákat hoz számunkra, amelyik megpróbálja megvilágítani a jelenlegi kor működését. Most is egy ilyen témával fog remélhetőleg eléjelni, és át is adom neki a szót. Nagy tapsot neki! És az adomány is, amit nem mondtad. Köszönöm, én nem szolgáltam meg semmivel. Így, a tapsot. Hát akkor kedves hallgatóink és lehallgatóink. Sok aprósággal készültem. Mondjuk annyira nem tudtam sajnos felkészülni, mint amennyire szerettem volna, mert valamikor pénzt is kell keresni, és az elmúlt egy hét így eléggé összejött. De azért fussunk neki, hát ha lesz valami használható dolog belőle, a kedves közönségnek és mobiltelefonjaiknak kellemes kikapcsolódást kívánok. Mielőtt elkezdenék szemezgetni a modernitás visszásságai között, először tisztáznunk kell egy alapfogalmat, ez pedig a normalizáció, nem véletlen, hogy nincsen magyar neve. Ez azt jelenti, hogy hogyha valaki gyakran megtapasztal egy adott dolgot, az egy idő után normálissá válik a számára. Tehát a normális az életünkben az, amihez hozzászoktuk. És tehát mondjuk például, hogyha valaki egy kanibál törzs tagjaként nevelkedik fel, akkor az emberevés az normális lesz a számára. És a normalizáció az ennek a mesterséges változat, amikor nem egy spontán társadalmi belső folyamatok eredményeként történik, hanem amikor valaki mesterségesen az ismétlés mágiája segítségével normalizál valamit a számunkra. Hogy mi a normális és mi nem, az végül is kultúránként tud változni. Tehát mi például azt mondjuk, hogy fúj, hogy a vietnámiak megeszik a kutyát. Na de a muszlimoknak meg az a fúj, hogy a disznót megesszük. A hinduknak meg az a fúj, hogy a tehenet megesszük. Tehát ez az, hogy mi normális és mi nem, az kultúránként változik. Tehát amit alapvető közös nevezőt meg lehet határozni, hogy mi az, ami mindenképpen normális, abban a segítségünkre lehetnek a természeti minták. Tehát ami a természetben működik és jól működik, az nagyjából normális, még hogyha nem is mindig úgy történnek a dolgok, az emberi civilizációban kifinomultabb módon történnek a dolgok, mint a természetben. Hogyha valami nincs meg a természetben, az nem biztos, hogy abnormális, de ott lehet kezdeni vizsgálódni. Tehát a természeti mintákból próbálok kiindulni. Például az év szakok változásának a rendje. Egy nagyon tipikus példája annak, hogy hogyan élünk fordított világban. Hogy tavasszal, ilyenkor tavaszi napi egyenlőség környékén robbanásszerűen megindul az élet, elkezd növekedni, megjelennek azok a növények, állatok, amik eddig rejtőzködtek a föld alatt, vagy máshol, tehát gyakorlatilag, mintha semmiből jelennének, mely kirobban az élet, kitágul, és aztán a nyáron ez folytatódik egészen őszig, amikor ugye elkezd visszahúzódni az élet. Visszahúzódik, elcsendesedik, egy várakozás teli állapotba kerül, át kell valahogyan vészelni a telet. Most ehhez képest azt látjuk, hogy, és ehhez igazodott például a mondjuk a paraszti világnak az életmódja, hogy tavasszal elkezdődött a dologidő, akkor mentek ki, kezdték művelni a földet, kint töltötték az egész életüket gyakorlatilag, a házba csak aludni jártak be, és aztán ősszel a télire visszahúzódtak. A legnagyobb visszahúzódás az advent idején volt, erről majd mindjárt beszélek. Most ehhez képest, és a tél volt egy viszonylag hát, nyugodt és munkamentes időszak, a pihenés ideje, a természet rendje szerint. Most ehhez képest mit látunk, hogy az ember mikor megy szabadságra, mikor pihen? Nyáron. És télen meg ugyanúgy fel kell a ébresztő órával a sötétben, megerőszakolja magát és kimegy, és a hóban, fagyban felszáll a buszra, és ott nyomul, megy a munkahelyre ugyanúgy, tehát nincs meg ez a ritmus, és issza a kávét, hogy valahogyan kibírja ezt az egész történetet, mert megerőszakolja magát, megerőszakolja a természetet.
ezzel. És jön a nagy hóesés, és jön a hóakadály, és rendkívüli időjárás. Könyörök, mi a rendkívüli abban, hogy télen esik a hó? Ez a természetes. Próbálunk itt küzdeni vele, hogy na akkor a hó az, akkor el kell kotorni, meg akkor elakadnak az autók, meg ott csúszkálnak a jégen, és akkor menni kell helikopterrel menteni. Tehát küldi a természet sorba a pofonokat, hogy maradjál már a seggeden nyugton, mert tél van, és most annak lenne itt az ideje. Egyébként régen úgy oldották meg ezt a dolgot, hogyha minden valamit kolbászolni kellett télen, hogy a ló mögé kocsi helyett szánt fogtak be, ilyen egyszerű, és innentől nem volt probléma a hóval. Na aztán jött az automobil, amikor a meghajtás ugye bekerült magába a járműbe, innentől ezt nem lehet megcsinálni, úgyhogy megy a korcsolyázás a téli gumikon. És az rendkívüli, ezek a rendkívüli időjárásnak egy másik példája, amikor például nyáron azt mondják, hogy rendkívüli időjárás, meg hőségriadó van. Hőségriadó, amikor az én gyerekkoromban még, amikor 35 fok volt augusztusban és sütött a nap, arra azt mondták, hogy jó idő van. Még nem volt, nem kellett riadozni attól, hogy nyáron meleg van. Na, és így az évkör rendjének a felborulásának egy másik példája, amit is szeretek kiemelni, az a februári paprika. Tehát, hogy nem azt tesszük, amit akkor a természet lehetővé tesz, hanem idehozzuk, mit tudom én, Argentinából, meg Brazíliából, és esszük a ottani paprikát, amit éretlenül szednek le, aztán vegyszerrel utóérlelik szállítás közben, meg narancsot eszünk, én szoktam néha narancsot enni, de azért tudni kell, hogy a minden, ami forró égévről jön, az hűt. És ha télen esszük a narancsot, akkor ezt egyébként ki lehet próbálni, hogy az embernek hidegek lesznek tőle az ujjai. Nem véletlenül kívánja a lázas beteg a narancsot. Ezt is ki lehet próbálni, hogy 2-3 tized fokkal leviszi a lázat a narancs. Minden, nem csak a narancs, a banán, a datolja, a bors, minden, ami meleg évről jön, az hűt. A köles is, mert a köles is Afrikából indult ki, aztán Közel-Keleten át elkerült Belső-Ázsiába, aztán onnan került Európába, talán éppen magyarok közvetítésével, nem tudom, az is hűt. Ami meg ilyen hidegtűrőbb dolog, az meg fűt. Tehát például az árpa, meg a hajdina, meg a zöldsav, a fejes saláta, mondjuk az nem annyira, de az is fűt. Az árpa fűt, mikor isszuk a sört? Nyáron. Hát ez is egy kicsit fordított világ, amit most csinálok egyébként, hogy este 6-kor kellene kiállni előadást tartani, tehát valószínűleg sokkal jobban menne, ha délelőtt tartanám. Tehát ilyenkor már lemegy a nap, ilyenkor lecsendesedés, nyugvás ideje lenne, és nem ilyenkor kéne ilyen szellemi tevékenységet folytatni. A messziről hozott ételből a másik kedvencem az a norvég-vietnámi példája Bogár Lászlónak, hogy Norvégiába kifogják a halat, aztán repülővel elszállítják Vietnámba, ott feldolgozzák egy üzembe, szépen bekerül a kis konzervdobozba, és aztán repülővel visszaviszik Norvégiába, és felkerül a boltok polcára. És még a mai üzemanyagárak mellett is ez azért éri meg, mert a norvég munkásnak 50-szer annyi pénzt kellene fizetni, mint a vietnáminak. Tehát ennyire nem a hatékonyság és az észszerűség irányítja az életünket, hanem teljesen mesterséges szempontok. Tehát az, hogy minden fordítva működik, van rá például egy nagyon triviális példám, a szilveszter. A szilveszter. Szilveszterkor az emberek buliznak, isznak, jól érzik magukat, ünnepelnek, eljön az új év, még fenn vannak egy pár órát, aztán utána, vagy akár hajnalig is, és aztán lefekszenek aludni, és aztán másnap mi van, ugye az a hagyomány úgy tartja meg, vagy babona, hogy az új év első napjával alapozza meg az ember azt, hogy milyen minőségű lesz az adott év. És mit csinálnak az emberek új évkor? Dögleteznek egész nap, mert előző nap széjjel itták magukat. Régen szilveszterkor csendesedés volt, templomjárás volt, és új évkor volt az egész napos evésivás. Tehát evésivással, vidámsággal, jókedvel, ünnepléssel töltötték az év első napját, és így alapozták meg az új évet.
Tehát ez is fordítva működik. Ami ennek súlyosabb példája, az meg előtte, a karácsony előtt az advent. Mert ez volt a legnagyobb visszahúzódásnak az időszaka. Tehát adventkor töltötték csak bent a napjuk nagy részét a házban az emberek. Mert nem a házban éltek. Tehát az ember bemegy egy parasztházban, az ilyen 35 négyzetméter, és csodálkozik rajta, hogy itt három generáció, meg négy generáció együtt élt, meg öt gyerek volt, hogy fértek el? Hogy fértek el 35 négyzetméteren ennyien? Most erre a Géczi Gábornak volt egy nagyon jó megfogalmazás, hogy vegyük észre, hogy nem nekünk kell sok hely, hanem a kacatjainknak. Tehát úgy könnyű elférni 35 négyzetméteren, hogyha van padlás, van pince, van félszer, van pajta, van szín, van csűr, és a házban csak az van, ami a legszükségesebb a mindennapi életben, méghozzá abban az évszakban. Tehát most meg azt csináljuk, hogy a egész nyáron a téli kabátját az ember gyömöszöli a gardrób szekrényben, télen meg fűtjük a rövid ujjú pólójainkat. A másik ilyen érdekes dolog a parasztházakban, hogy a kemence az alig lóg át a tiszta szobába. Tiszta szobában aludtak. És hogy nem annyira fűtötte be a tiszta szobát, de hogy miért? Miért kellett a konyhát fűteni jobban, és nem a tiszta szobát? Hát azért, mert oda csak aludni jártak, és ilyen nagy dunyhák alatt aludtak. Most a tudomány jelenlegi állása szerint, és azt hiszem, hogy ez tényleg igaz, a fehér ember számára az alvásra az optimális hőmérséklet a 18 fok, tehát a testhőmérséklete és a fagypont között félúton levő hőmérséklet. Na most ehhez képest sokan azt csinálják, hogy éjszakára állítják magasabbra a termosztátot. Hogy kényelmesen aludjanak, 22-23 fokra befűtenek éjszaka, és napközben meg ilyen mellényekbe mászkálnak a házban. Szóval adventre visszatérve, adventkor csendesedtek az emberek. Csend és sötétség uralkodott, nem világítottak túl sokat, az asszonyok az egész karácsonyi eszemiszomot egy szál gyertyafényénél főzték meg. Ha meg nem volt semmi, amit csinálni kellett volna, akkor meg azt a gyertyát is kifújták, és csak a tűznek a fénye látszott, és úgy ültek ott. Tehát mai ember ezt el sem tudja képzelni, hogy nem unatkoztak. Na most meg azt látjuk, mi van adventkor, a égősorok fel vannak szerelve mindenhova, és szól a karácsonyi zene, de már november 5-én. Szabadságvesztéssel sújtandó bűncselekményé kéne nyilvánítani, hogyha valaki novemberben már karácsonyi zenét játszik, elrontja az emberek karácsonyi hangulatát. Szóval zaj van és rohangálás van, persze előre le kell dolgozni az ünnepeket, hajtás van és fényáratot van és pont az ellenkezője van, mint amiről az adventnek szólni kéne. Na, akkor ilyen kiragadott példák után, csak egy ízelítőnek, most egy kicsit mélyebb és jelentőségteljesebb dologra térnék át, ami nagyon meghatározza az életünk minőségét, ez a gép és ember viszonya. Az ember alkot gépeket, tehát az ember a teremtő és a gép a teremtmény. Ennek megfelelően ugye a gép van alárendelve az embernek. A gépnek kellene szolgálnia az embert. Ehhez képest sokszor azt látjuk, hogy a gép uralkodik az ember felett. De mint a Matrixban. De aki azt gondolja, hogy ez ilyen tudományos, fantasztikus dolog és én nincs a valóságban, az nem látott még jelzőlámpát. Tehát ez egy tipikus példa annak, amikor gépek irányítanak embereket. Én tudom, hogy a jelzőlámpa ellát egy bizonyos funkciót, és szükséges, és elősegíti a fennakadásmentes és biztonságos közlekedést. No de, amikor nem jön senki 500 méterre, akkor miért álljak meg a piros lámpánál? Így szoktam, így megyek át, nem jön senki, és akkor a anyuka okítja idézőjelben a gyerekét, hogy látod kisfiam, piros a lámpa, ilyenkor meg kell állni, és elhúzok mellettük, és gondolom, hogy jó van, hagyd tanulja meg az idejében a gyerek, hogy ki az úr. Tehát így nagyon sokszor a számítógépek, meg ezek az egyéb digitális eszközök is olyanok, hogy tamagocsi. A tamagocsi is egy ilyen dolog, hogy na az ember ott egy virtuális állatkára gondoskodjon, tehát ott egy ilyen gépi létezővel kell szórakozni, és annak rendeli magát alá az ember, azt szolgálja az ember. De a számítógép is nagyon sokszor tamagocsiskodik, elkéri a magáét, küzdeni kell vele, külön emberek vannak, akiknek az a foglalkozása, hogy a számítógépekkel bajlódjanak, hogy úgy működjenek, ahogy kellene.
az em- mert nagyon sokszor a technikai civilizáció nem az a baj, én nem gondolom, hogy a gépek az ördögtől valók lennének, csak az a baj, hogy az ember nem tudja jól csinálni a technikai civilizációt, tehát rossz hatásfokkal csinálja. Egyszerűen nem elég intelligens hozzá, hogy egy bizonyos technikai szint fölé úgy tudjon menni, hogy az még ott jól működjön, jó hatásfokkal működjön. Tehát a számítógéppel is állandóan ilyen módon küzdeni kell, és akkor amikor befejezte az ember, ez a 90-es években volt, hogy amikor a küzdelmek lezárultak, és leállította az ember a számítógépet, akkor a számítógép kiírta, hogy most már kikapcsolhatja a számítógépet. Hát, köszönöm szépen az engedélyt, Bilord! Van egy másik elektronikus eszköz, amit lehet, hogy kicsit gyakrabban kellene kikapcsolni, ez a tévé. A tévé az egy fantasztikus találmány, hogy Mihály Dénes tudta volna azt, hogy mire fogják használni a találmányt, akkor lehet, hogy saját magába vezette volna bele a katócsugárcsőnek 24 kV-os húzófeszültségét. A tévének a csodája az az, hogy egyszerre teszi az embereket egyformábbá gondolkodásukban, és ugyanakkor el is választja az embereket egymástól. Az én gyerekkoromban a tévékészüléknek a természetes alapállapota az a kikapcsolt állapot volt. Nem, tehát ugyanúgy, mint bármilyen más háztartási eszköznek, tehát a porszívó vagy a turmixgép, a turmixgépet se járatja az ember háttérzajna, meg hogy hát ha történik benne valami érdekes, hát ha megdarál valamit. Úgyhogy... hanem azt is kikapcsolja az ember, és elteszi a helyére, amikor nem használja. És képzeljük el, hogy a tévét is minden is alkalommal el kéne tenni, meg elő kéne venni, amikor nézni akarjuk. Milyen visszatartó erőt jelentene, pláne ugye a régi katócsugárcsöves tévék esetében. Na de az a én gyerekkorom, hát akkor ugye még csak egy tévécsatorna volt, ez jó volt kettő, de a másik csak az egyiknek a műsorait ismételte. Úgyhogy nagyjából csak megkapcsolni lehetett a tévét, meg kikapcsolni lehetett. Most meg ugye lehet akármeddig nyomkodni a távirányítót, már nem is valamit néz az ember, tévét néz. És amikor ez a jelenség létrejött, még annyi engedményt kaptunk, hogy mondjuk beült a szülő is a saját képernyője elé, meg beült a gyerek is a saját képernyője elé, főleg amikor már számítógépek volt, Commodore, meg mit tudom én. De legalább, ha elment mondjuk az anyuka a gyerekért az iskolába, akkor legalább útközben tudtak beszélgetni, hogy na kisfiam mi volt, hogy volt, stb. Egy kislányom. Most meg ülnek egymás mellett a metrón, és vizgentyűznek. Így. Hát ez a generáció, ez akkor fog pofára esni, de nagyon, amikor majd kilép a nagybetűs életbe, és majd mondjuk el akar helyezkedni, állást akar találni. Állást, mert úgy tud pénzt keresni, hogyha állása van. És... Ki fog derülni az, hogy mondjuk egy munkaszerződés az hosszabb, mint 160 karakter. És nem lehet alá kommentet írni. És még nincsen rajta ilyen gomb se, meg ilyen gomb se. Ezek a gombok, ezek fantasztikus. Én az elején gondolkodtam rajta, amikor elkezdtem előadásokat feltölteni a YouTube-ra, hogy letiltom, hogy ne lehessen ilyen módon értékelni. Hát sajnos, de lehet, hogy az első néhány előadásnál ezt meg is tettem, de hát a nézettség szempontjából jobb, hogy felpontozzák. Mert hát abból a de elveim ellen való, mert hát hogyha valakinek véleménye van, akár jó, akár rossz, azt írja meg egy hozzászólásban, vagy tartsa meg magának. De az nem vélemény, hogy meg az sem vélemény, hogy tehát, na, és ez is egy másik érdekes visszásság, hogy a materializmus uralkodik a világban, állítólag, és közben
napi szinten folyamatosan használunk olyan eszközöket, amik olyan fizikai törvényeket használnak, meg fizikai jelenséget, amit nem írhatók le az anyag és anyag közötti kölcsönhatásra, a mobiltelefon például. És ugye megy a bizgentyűzés, tehát az életünk jelentős részét egy nem anyagi valóságban töltjük, hanem egy kibernetikus, virtuális világban. És akkor azt mondják, hogy a Facebook az közösségi oldal. Közösség. Hogy mi köze van a közösséghez? Tehát az, hogy embereket összeköt, össze is köt, meg el is választ embereket egymástól, de hogy közösséget nem lehet alkotni rajta, az biztos. Az emberek fokozott izolációjára egy nagyon jó példa az, hogy amikor elkezdett hajlékot építeni az ember magának, mert össze még magának építette, most már nem tud magának építeni hajlékot, most már valaki mással kell. Az ember az egyetlen lény a Földön, amelyik nem tud hajlékot építeni magának. És először ezt mit tudom én valami bambusznádból vagy ilyesmiből csinálta. Aztán később jött a fa, aztán a vályog, aztán a tégla, és most tartunk a vasbetonnál. Vasbeton, családi ház, a legrosszabb építőanyag. Télen megfagysz benne, nyáron megsűsz, akusztikailag nagyon rossz, minden áthallatszik rajta, mégis ezt használjuk, mert ez a legszilárdabb anyag, és ez izolál a legjobban. De azért az élet próbálja magát egyensúlyban tartani, tehát erre a vasbetonfalra azért fúrunk egy lyukat, és átdugunk rajta egy kábelt, amin azért át lehet vinni másodpercenként egy könyvtárnyi információt, hogy azért ne legyünk annyira egyedül. Na, aztán nem csak kézzelfogható gépeket szolgálunk, vannak a szem számára közvetlenül láthatatlan gépek is, mondjuk a mentál síkon létező gépek, mentális gépek, mentál robotok. Mi az a mentál robot? A mentál robotot bárki tud egyébként teremteni, a legegyszerűbb mentál robot az egy szabály. A szabálynak ugyanaz a dolga, mint egy fizikai robotnak, hogy helyettem munkát végezzen. A mentál robot esetben szellemi munkát. Tehát, hogyha én eldöntöm azt, hogy minden szombat reggel elmegyek biciklizni, hozok egy ilyen szabályt, akkor mondtuk, ez nem kell, mindegy, hogy szombat reggel ezt a döntést meghozom azonos paraméterek mellett. Tehát helyettem végez munkát. Most mentál robotból nem csak én egyszerűek vannak, hanem vannak nagyon bonyolult mentális gépezetek, amik szabályok sokasága által épülnek fel és jönnek működésbe, ilyen például az állam. Elvileg, de a vállalatok is egyébként. Ezeket elvileg mi teremtjük. A vállalatokat is, meg az államot is mi teremtettük. Tehát mi emberek teremtettük, azért van az állam, hogy minket szolgáljon. Hogy ezt meg tudja tenni, ahhoz mi az állam részére a saját jogainkból valamennyit át kell, hogy adjunk. Most ez is fordítva működik, hogy ahelyett, hogy mi adnánk jogokat az államnak, az állam ad jogokat nekünk. Az állam határozza meg a mi jogainkat. Összeül a parlament és megszavazzák az alkotmányt, amiben rögzítve vannak a jogaink. Gyakorlatilag az Isten helyébe az állam lépett a marxizmussal. És gyakorlatilag most tök mindegy, hogy milyen gazdasági rendszerben működünk, államelméleti szempontból marxista államban élünk. Marxista mindenható dajka állam, ami büfiszteti az embereket, és ad nekik mindenféle jókat, meg szolgáltatásokat, van ingyenes egészségügy, van ingyenes oktatás, és... Tessék? Van nem ingyenes egyébként. De ha van, akkor az nagyon jó ugye az emberek szerint. Van ingyenes, és most a Jobbik mondta, hogy be akarják vezetni az ingyenes internetet. Ugye milyen jó, nem? Alanyi jogon jár, ez nekünk jár. Ez is egy ilyen dolog, amit gyakorlatilag így a marxista rendszerben megszoktunk, hogy beadták nekünk, hogy dolgok így járnak nekünk, minden jár. És nem csak minden jár, ez jár, meg az jár, de mindenkinek ugyanannyi jár. És ha valakinek több jut, az igazságtalan, majd erre mindjárt visszatérek. Csak elmondom azt, hogy mi a baj az ingyenes internettel, meg az ingyenes oktatással. Van a Star Trekben a Ferengi faj, akik ilyen nagy profit központú kultúrával rendelkeznek, a pénzharácsolása mindenük, és vannak vagyongyűjtési szabályai, kb. 200. És az egyik vagyongyűjtési szabály, érdekes módon pedig a Star Trek az eléggé ilyen marxista történet, de az egyik szabály az az, hogy ami ingyen van, az ritkán olcsó. Tehát mondok egy példát személyes tapasztalatból. Tavalyi évben fantasztikus élményem volt.
A gázszolgáltatónak 5 évenként felül kell vizsgálnia a társasháznak a belső gázhálózatát, hogy az rendben van-e. És ezért a szolgáltatásért cserébe eddig kb. 100 000 forintot kiszámlázott a háznak. Ez a ház és a főgáz között létrejött dolog, ehhez az elvég az államnak nem lenne köze. No, de ebbe is bele kellett mászni az államnak. Pártunkra és kormányunkra rájött a jótékonysági roham, és hoztak egy rendet, hogy ezt mostantól ingyen kell megcsinálni a főgáznak. Mert ingyen senki nem szeret dolgozni, úgyhogy a főgáz, hogy a kiesett bevételt pótolja, elkezdte azt csinálni, kiadta a szerelőknek, hogy ahol csak lehet hibát találni, találjanak hibát és zárják le a gázt azonnal. És hát nem egy, nem két ilyen házat láttam az utcán közlekedve, aki mi sorsunkra jutott, hogy egy hónapig nem volt gáz a házban, és mindez került 1,5 millió forintba a háznak. Na. Tehát, és az ingyenes internet is ugyanilyen, az ingyenes internet azt jelenti, hogy az állam fizeti, tehát ez is közbeszerzési ügyé válik, tehát mindjárt ötször olyan drága és rosszabb minőségű lesz. Na ezért mondom azt, hogy ami ingyen van, az ritkán olcsó. Na szóval, hogy mindenkinek ugyanannyi jár. Ebből jött egy olyan érdekes dolog, nem tudom, hogy mikor kezdődött, gondolom akkor, amikor kezdték egyre inkább engedni a kisiparosokat, a maszekosokat, hogy emlékszünk-e arra, hogy a rendszerváltás előtt mennyi rosszat mondtak rájuk. És aztán jött a rendszerváltás, és elvileg már szabad vállalkozás, az egy ilyen nagyon jó, meg dicsőítendő dolog, de mégis a médián keresztül elhitették velünk, még az Antal kormány idején, hogy a szétlopott, tönkretett nemzeti vagyon és működő tőke az a magyar vállalkozói réteg azon részéhez került, akik bizonyos politikai kapcsolatokkal rendelkeznek, holott valójában ezek külföldi érdekcsoportok voltak, akik azért vették be meg a gyárat, hogy bezárják, lehetőleg 0 forintért, és azért zárták be, hogy felvevőpiacot csináljanak saját termékeiknek. Emlékszünk-e a maffiózó vállalkozó kifejezésre? 90-es évek elejéről. Tehát sikerült azt elérni, hogy egy egész társadalmat a saját kis- és középvállalkozói rétege ellen fordítottak. Annál is könnyebben lehetett ezt megcsinálni, mert a másik ilyen tévképzet, ami kialakult a Kádár rendszerben, hogyha valaki elmegy egy munkahelyre, egy vállalathoz, vagy az államhoz, tehát egy közülethez, emlékszünk erre a kifejezésre, egy közülethez elmegy dolgozni, reggel 8-tól délután 4:30-ig, hétfőtől péntekig ott van a munkahelyén, ott csinál valamit, és ezért minden hó elején kap egy fix összeget, ez a becsületes munkával megkeresett pénz. Akkor is, hogyha esetleg semmi értelme nincsen annak, amit csinál, vagy esetleg még káros is. Ez a becsületes munkával megkeresett pénz. Minden más pénzkereseti mód az nyerészkedés, ügyeskedés, állás, lehúzás. Taxis élősködő, a szobafestő élősködő, a fodrász élősködő, a hamburgerárus élősködő, a zöldséges élősködő, stb. És amikor ezt a tévképzetet sikerült előtetni az emberekbe, akkor utána a Holt kormány idején ugye behívták a multikat. Tehát látni lehet azt, hogy itt nem csak hogy kormányváltásokon, de rendszerváltásokon átívelő folyamatok zajlottak. Olyan folyamatok, amik ez a valódi élősködő, ja, és az élősködő, kifelejtettem a legjobb példát, az élősködő. Az élősködő legalja, az a szellemi szabad foglalkozású. A művész, akinek van pofája a hobbiát munkának kinevezni, és azt várni, hogy meg is tud élni belőle. Az igazi élősködő azt csinálja, ezt Tóth Feritől tanultam, ez nagyon jó példa, mert ő természeti példákat használ, mert ő agrármérnök, és Gödörön növényvédelmet tanít, tehát sokat foglalkozik élősködőkkel. És egy ismétlődő stratégia az élősködő állatfajoknál az, hogy főleg a köztigazdásoknál, hogy a köztigazdának a barátellenség felismerő rendszerét összezavarja. Tehát például a kerge birka korról gondolom mindenki hallott. Ez valójában a farkasnak a bélférge okozza. A bélférgnek a petéje kikerül a farkasnak az emésztőcsatornájából, szétszóródik a réten, a bárány idő után belegeri, és bekerül az ő szervezetébe.
elkezd közlekedni, nagyon pici ennek a lárvája, elkezd közlekedni az erekben, eljut az agyba, és az agyban összezavarja a baráttelenség felismerő rendszert, és a birka nem fog elmenekülni a farkas elől, hanem össze-vissza kúvál a többiekkel, hanem össze-vissza kúvályog. Kergéskedik. És ilyen módon a farkas meg tudja enni, megeszi a lárvát, bekerül a szervezetébe, és teljes az életciklusa az élősködőnek. Tehát ez egy tipikus dolog, amire oda kell figyelni, hogy a barátellenség felismerő rendszerünket összezavarják. Aztán a másik dolog, ez szintén Tóth Feri által bevezetett fogalom, a probléma fenntartó probléma kezelés. Ez egy nagyon jó dolog. És ma az egész világ gyakorlatilag probléma függő módon működik. Az állam gyakorlatilag a problémákon keresztül igazolja a saját létét. Addig van az ő dajkálására szükségünk, ameddig minél több probléma van, amit mi látszólag nem tudunk megoldani. Ennek persze minél bonyolultabb problémáknak kell lenni. Tehát a probléma fenntartó probléma kezelésnek a tipikus példája mondjuk, amikor azt mondják, hogy munkahelyteremtés, legyen több munkahely, legyen több embernek munkahelye. De még jobb példa, több kórházi ágy, legyen több férőhely az egyetemeken. Most mi a baj azzal, hogy több ember tudja elvégezni az egyetemet? Hát az, hogy működik a gazdaság, működik a társadalom, megoldjuk a problémáinkat, kielégítjük a szükségleteinket. Most érdekes módon néhány évtizeddel ezelőtt még nem kellett, hogy olyan sok embernek diplomája legyen. Valahogy nagyon sok munkakört el lehetett végezni sima érettségivel is. Sőt, sokszor, amit ma érettségivel lehet, azt meg 8 általánossal is el lehetett végezni. Tehát bonyolultabban oldjuk meg a problémáinkat, bonyolultabban elégítjük ki a szükségleteinket. A GDP növekedés is erről szól. Növekszik a GDP. Az azt jelenti, hogy megint bonyolultabban oldjuk meg a dolgokat. Ugye, hogyha én most itt elindulok haza, majd az előadás végén, és fel fogok szállni majd a vonatra, mint a vasútállomáson, de először át kell majd mennem a zebrán. Most, hogyha én megvárom, még zöld lesz a lámpa, vagy megvárom, még nem jön senki, és átmegyek, és úgy jutok el a vasútállomásra, akkor attól növekszik a GDP. Attól nem fog növekedni a GDP, de hogyha én nem nézek se jobbra, se balra, hanem csak úgy megyek át, és elüt engem egy autó, akkor mindjárt kell, hogy jöjjön mentő, mindjárt kell, hogy jöjjön rendőrségi helyszínelő, mindjárt kell mind a kettőbe benzin, kell fizetni a rendőrt, a mentőorvost, kell majd kötszer, kell ez, az, meg kell röntgenezni, gipsz, stb. Mindjárt növekszik a GDP. Ez annyira igaz, hogy Amerikán néha így végsöpör egy hurikán, és akkor meghal pár tucat ember, mert néhány ezer milliárd dollár anyagi kár keletkezik. Mikor ez megtörténik, 1-2%-kal növeli az amerikai GDP-t. Munkahelyeket teremt. Nagyon jó dolog a hurikán. A probléma függő gazdaság és a probléma függő állam számára. Tehát innentől kezdve érthető, hogy a gazdasági élet és a politikai élet vezetői arra törekednek, hogy probléma fenntartó probléma kezelést alkalmazzanak. Árvíz elleni védekezés. Hát ez is fordítva működik, hát régen az emberek imádkoztak az árvízért, meg árvízfakasztó körtáncokat jártak a Duna két oldalán. Most meg védekezni kell az árvízen, mert ott bő termést azt hozta el, hogyha megáradt a Duna. Aztán persze most szokták Széchenyit szidni emiatt, hogy megszabályozták a folyókat, az igazság az, hogy az árvíz önmagában nem sokat segít, hogyha nincsen ott az a biótömeg, ami felszívja azt a vizet, és aztán elpárologtatja. De hát nagyrészt az árterek már nem működtek akkor, amikor megszüntették őket a 19. században. Tehát itt jobban vissza kell menni, a török korban kezdték az ártéri erdőket kiirtani, aztán a burgok folytatták elég erőteljesen. És aztán, amikor már nem volt ott erdő, akkor hát nyilván a parasztok szántó gazdálkodást akartak ott folytatni. És az állami rendszerek is mind ugyanígy működnek. Mert hát végül is azok csak a részgépei egy nagyobb gépezetnek. Tehát gépszerűen működik az egészségügy, és gépszerűen működik az oktatás is, és probléma fenntartó, probléma kezelést alkalmazunk, mondjuk például az egészségügyben. Tehát ha gyógyítani lehet egy betegséget, akkor sokszor jobban megéri az, hogyha kezeljük. Nem gyógyítjuk meg, csak kezeljük. Tartsuk fenn a betegséget, cukorbetegség például gyógyítható. De sokkal jobb elkezdeni lőni az inzulint, és onnantól gyakorlatilag állandósult a probléma, mert az inzulint, saját inzulint termelés az leáll.
vagy például szemüveg. Tehát itt is látok szemüveges embereket, szemüveg, hát az ember szemét meg lehet javítani. Az egy szemtornát kell csinálni hozzá naponta háromszor, kb. Egy hónap alatt egy dioptriát le lehet venni róla. De nem, inkább felírják a szemüveget, hordjál egész életeden át szemüveget, tartsuk fenn a problémát. Kezelgessünk a rákkal, mit tudom én, sugárterápiával, vagy akármi, jobban megéri, mint gyógyítani. A kórháznak is jobban megéri, hogy akkor is műtenek, ha nem kell, mert azután fizet a tévé. És a másik dolog meg az, hogy abból is problémát csinál, ami nem probléma, ahol nincs probléma, ott is valahogyan megtalálja a problémát. Ilyen például tipikusan ez a szülésnek a területe, ahova beavászkodik az egészségügy, és beviszik a kórházba a gyerekszülést. Hát könyörgök, hát a kórházban nem beteg embereket gyógyítanak? Hát mit keres ott egy anya, aki szül? Hát az nem betegség. Nem, miért kell erről menni az orvoshoz? Miért kell? Az ultrahang egy diagnosztikai eszköz. Miért kell ultrahangozni, hogyha nincsen semmi baja? Tehát ez is egy ilyen nagyon érdekes dolog, és akkor már ott bejönnek ezek a dolgok, ugye ez a fekveszülés, amit nem győzök elégszer elmondani, mert nem mindegy, hogy az embernek a legelső élményei az életében milyenek. Ugye most képzeljük el, hogyha valaki meg fogna fejjel állva szülni a gravitáció ellenében, hogy ez milyen nehéz lenne. Tehát akkor nyilvánvaló, hogyha a gravitáció segít, az a legkönnyebb módja a szülésnek. De ezt is ugye rosszul csinálják, hogy legyen ilyen probléma, meg olyan probléma, amit aztán majd megint kezelni lehet, és a többi probléma, fenntartó probléma kezelés. Most akkor lehet azt mondani, hogy szüljön az anya a kórházban azért, mert hogy egészségügyi kockázatok vannak. Hát egészségügyi kockázata sok mindennek van. Hát az evésnek is például, tehát az evés, hát a rossz táplálkozás szerintem az első számú halálok a világon. Úgyhogy mégsem egy senki naponta háromszor kórházba enni, hogy orvosi felügyelet mellett. Tehát van a, és ezt azért lehet eljátszani, mert van a társadalomban egy ilyen kóros születés és halál félelem. Hát ha haláltól nagyon félünk, akkor születéstől is félünk. És a halálfélelem, ez egy nagyon érdekes dolog, mert hát ugye, hogy mondták régen azt, hogy valaki meghalt. Például azt mondták, hogy megboldogult. Azt mondták, hogy jobb létre szenderült. Ahány ember klinikai halált átéli több percen át, és aztán visszajön, mindegyik elmondja, hogy jobb oda át, mint itt. Akkor miért kell félni a haláltól? Azért kell félni, mert van egy uralkodó, vezérlő ideológia a világban, a darwinizmus, amelyik azt tanítja, hogy következő dolgokat tanítja. És ezt tanítják nekünk az iskolában. Nagyon fontos dolgokat nem tanítanak, majd mindjárt el fogom mondani, hogy miért vagyunk a világon, minek, azt például nem tanítják. Illetve hát tanítanak egy olyan választ, hogy hát tulajdonképpen semminek, tehát az élet az a Földön az egy ilyen aminosav tömegszerencsétlenségnek az eredménye. Hát az entrópia fogalmával nincs tisztában, aki ilyet állít. Tehát az élettelen, tudattalan rendszerek mindig a rendezetlenség felé haladnak. Tehát magától nem jön létre egy rendszer. És azt tanítják, hogy az életnek, ha már egyszer így véletlenül létrejött, akkor csak az a cél, hogy önmagát fenntartsa. Tehát, hogy az élet célja a túlélés. Most, hogyha ez így van, akkor az egész élet, a földi élet egy óriási kudarc, mert hát hiszen ezt egyetlen élőlénynek sem sikerült végrehajtania soha. Mindegyik meghalt egy idő után, vagy ha nem, akkor ezt ám fog. Tehát ez így teljesen értelmetlen. A harmadik nagyon fontos dolog darwinizmussal kapcsolatban, hogy azt mondja, hogy az életben a legfőbb és az egyetlen szabály tulajdonképpen az önérdekérvényesítés. A túlélés érdekében. A túlélésért vívott harcban folytatott önérdekérvényesítés, az élőlények egymásból, egymás kárára, egymás rovására élnek. Ez az, amit Papp Gábor Káini modellnek nevez. Na most, ez működik a természetben, valóban egymásból élnek az élőlények, de ez csak az egyik fele a történetnek. Tehát amikor Papp Gábor azt mondja, hogy vagy egymásból, vagy egymásért élünk, a természeti minta nem ezt mutatja, mert a természetben az élőlények egyszerre élnek egymásból és egymásért. Tehát minden élőlény szolgálja is a nagy egészet. Szolgálja, a ragadozó szolgálja a prédát. Nem azt a egy példányt, amiket elejtje, a fajt, igen. És ilyen módon, hogy csak a történet egyik fele az, ami tudománynak van kinevezve, és itt tanítják, ilyen módon
tulajdonképpen ez intézményesítve és legalizálva van úgymond a társadalomban, hogy éljünk mi is így, mert ez a természeti minta. És hogy mi mindent nem tanítanak az iskolában. Az egyik dolog a magával az iskolával kapcsolatban, hogy megszűnt egy évezredes folyamat, az, hogy egy ember a gyerekeinek és az unokáinak a teljes tudását átadta. Legfeljebb apró részleteket tartott vissza, tehát lehet, hogy a tökös mákos lepénynek a receptjét a sírba vitte magával a nagymama, megtanította a lányát, hogy kell csinálni azt a lepényt, de nem mondta el azt a kis titkot, hogy mitől ez pont olyan, mint az övé. De egyébként nagyjából teljes tudást átadták. Most ez a 20. században megszűnt, ez a 20. században megszabadt. Tehát régen azért működtek ezek a régi módszerek, azért voltak olyan jó hatásfokúak, mert évszázadok tapasztalatán át finomodtak ki. Most meg itt kísérletezünk magunkon. És ez az oktatási rendszer hozza létre azt a jelenséget is, hogy a gyerek az teher. Legalább 18 éven át semmilyen haszna nincsen a gyereknek a család számára, hanem csak egy erőforrás elszívó valami, mint egy parazita. Hát régen, meg ez is fordítva volt, hát régen várták a gyereket, mert hát kellett. Hát kellett, hogy több kéz legyen a háznál. Nyilván, hogyha egy gyerek, mondjuk egy 7-8 éves gyereket az apja kivitt magával a földre, hogy megtanulja, hogy átadja neki a tudását, hogy hogyan kell a földet megművelni, akkor az a gyerek nem csak ott ücsörgött, hanem segített. Aztán nagyon fontos dolog, ez is csak egy kiragadott példa, nagyon fontos dolog, amit nem tanítanak az iskolában. Az irányított lázadás fogalma. Ezt erre felhívnám minden szülő és nagyszülő figyelmét, hogy kora 10 évesen a gyerekkel, még mielőtt a kamaszkori elmebaj elhatalmasodna rajta, üljön le vele és magyarázza neki, hogy mi az az irányított lázadás. Hogy az hogy ugyanolyan a hajviseleted, mint 15 millió másik gyereknek a világon, az nem lázadás. Aztán nagyon fontos dolog az életben, amit meg kellene tanulnia minden fiatalnak. És az iskola semmilyen segítséget nem ad, sőt, egyenesen gátolja ezt a dolgot, ez a párválasztás. Megtalálni a társadat az életben, hogy ki az alkalmas. Ezzel kapcsolatban semmilyen segítséget nem kapunk az iskolában. Tehát régen hogyan működött ez a dolog? 13-14 évesen a fiúkat leginnyiebb adták, a lányok meg eladósorba kerültek, elkezdték megkeresni a párjukat, és amikor megtalálták, akkor nem volt szórakozás, összeházasodtak, akkor ott le ki lehetett állni gyereket csinálni, mert hát nem kellett az egzisztenciát megteremteni, az ott volt készen. Az ember csak annyi dolga volt, hogy azt fenntartsa, és továbbadja a következő generációk számára, hogy ő is készen kapta az előző generációktól. Most meg ugye megy ez a úristen, hogy hány évesen lefekszenek meg, hogy pszichikailag nem elég érettek ezek a 10 évesek. Tehát ijedetlen dolog az, hogy valaki, egy 14 éves lány el tudta dönteni azt, hogy melyik regénnyel akarja leírni az egész hátra levő életét. Tehát a természet jelez, hogy mikor van itt az ideje annak, hogy az ember elkezdjen utódot nemzeni. És azt is jelzi, hogy mikor van itt az ideje, hogy már nincs itt az ideje. Tehát, hogy mikor ér véget ez az időszak, ami erre alkalmas. Tehát nem azzal van a probléma, hanem azzal, hogy agyilag nem elég fejlett a gyerek, mert nem a valóságban él. Kilép a nagybetűs életbe 18 évesen. Régen az emberek a nagybetűs életbe a születéssel léptek ki. Nem volt külön gyereksorok a világban, abban a valóságban éltek, amiben a szüleik, meg a nagyszüleik. És ezért aztán tisztában voltak az élet dolgaival már 14 éves korra, és tudtak társat választani. Hogyan tudtak társat választani? Hogy működik ez a dolog? Ma is van ilyen, hogy társkeresés, meg társkereső weboldal. Én azt mondom, hogy a mai világban ezt úgy lehet megközelíteni, mert ugye mindenki ezer felé rohangál az életben, mindenki más célokat hajt, hogy Nem kell társat keresni, nem kell ilyet, hogy társkeres, és nem kell ezzel külön foglalkozni. Találd meg a célodat az életben, és indulj el az utadon, és
nem kell keresni, ott lesz melletted az, akinek ugyanaz a célja, mint neked. Oda fog kerülni melléd, ez nagyon jó meditációs gyakorlat, le lehet ülni, ez nem elméletben megfejlődik, hanem gyakorlatban ki kell próbálni, leülni a Duna partjára és megnézni azt a sok vízcseppet, amik mind külön estek le. És soha nem keresték egymást, ugyanaz a céljuk, azért találkoztak össze. És nem csak egy házaspárt, meg nem csak egy közösséget, egy egész nemzetet is ezt tud nemzetbé tenni, hogyha vannak közös célok. Ez a baj egyébként az összes ilyen szerveződéssel, az összes ilyen MS, meg MVS, meg Magyar Gárda, meg stb. Azért esnek szét, mert az emberek egymást keresik, és nem a közös célt. És aztán széthúzzák egymást. Mondjuk régen egy paraszti létben nagyjából minden parasztnak ugyanaz volt a célja, tehát ilyen szempontból akárkivel összeházasodott volna, hogy ki volt az, aki alkalmas, és akivel boldogan lehet együtt élni, és harmóniában, hát arra megvannak a nagyon egyszerű módszerek. Tehát például nézd meg azt, hogy nézze meg az a lány, mielőtt hozzámegy a legényhez, hogy a legény hogyan dolgozik. Ugye ezt már nem tudja megnézni, mert sehogy se dolgozik, ugye, ami ki nem lép a nagybetűs életbe. Tehát nézze meg, hogy hogyan végzi a munkáját, hogy 5 percet dolgozik, 5 percet cigarettázgat, vagy beszélget, vagy pedig nekiáll és csinálja. Vagy hogyha egy problémába belefut munka közben, akkor mit csinál? Akkor idegeskedik, vagy elkezdi bizonygatni önmagának, hogy ez így nem lehet, vagy pedig meg tudja oldani, vagy legalább megpróbálja, stb. Tehát ezeket a problémákat, ahogy megoldja az ember, ahogy viszonyul hozzájuk, az életben minden problémához ugyanígy fog viszonyulni. És akkor el lehet dönteni, hogy az, ahogy ő viszonyul ezekhez a dolgokhoz, az szimpatikus vagy nem szimpatikus. Aztán van egy játék, ami nagyon fontos, népi játék, és ezt minden gyereknek játszania kéne. Iskolákban is lehetne ezt, főleg ott, ahol olyan füves udvar van. Testnevelés óra, ez a testnevelés óra is olyan, hogy elfogadtatja velünk az értelmetlen cselekvéseket. Ahelyett, hogy olyan dolgokat csinálnánk testnevelés órán, ami fizikai tevékenységen kívül, mondjuk például a közösségi szellemet is erősíti, például az a disznós játék, a disznózás. Ennek az a lényeg, ezt már elmondtam egy előadáson, elmondom megint, mert nagyon fontos. Körbe állnak a legények, egy nagy körbe, karnyújtásnél messzebbre vannak egymást, ez legényjáték, ez ilyen dulakodós játék. Mindenkinek le van szúrva egy botja a földbe. Hogyha azt a bot kikerül a földből, kitépik, kidől, akkor ő meghalt, tehát neki akkor ki kell menni a játéktérre. És mindenkinek megvan a saját botja, de a kör közepén van egy bot, amit nem őriz senki, de bárki őrizheti, ez a közösségnek a botja. Hogyha ezt a disznó a körön kívülről indul, vagy a disznók, hogyha több disznó van, hogyha elég sok legény van, akkor több disznó, akkor sokkal érdekesebb és bonyolultabb a játék. Elindul kívülről a disznó, ha bárkinek kitépi a botját, akkor az meghalt. De hogyha a disznónak sikerül bejutni a középre, és a középső botot megszerezni, akkor nyert. Akkor vége a játéknak. És a legényeket ez megtanítja arra, hogy tudjál kockázatot vállalni, és áldozatot vállalni a másikért, és a közösségért. És nem külön választott lány meg fiú testnevelés óra, az egy dolog, de a lányok hagyd lássák azt, hogy a legények közül ki hogyan játszi ezt a játékot, hogy ki az, aki tud, aki az életben mellette van, azért áldozatot hozni, és ki az, aki csak a saját botját markolásza. És ez alapján tud eldönteni azt, hogy ki az alkalmas férnek. És ami meg a végső próbája, a személyre szabott próbája, volt régen a párválasztásnak, ez meg a tánc. Tehát amikor a legény meg a lány táncoltak együtt, a legény vezetett, hogyha tudta úgy vezetni azt a lányt, hogy szép szerével, és hogy a lány is ki tudott bontakozni, és azt csinál, amit akar, akkor ők összeillettek. Hogyha rángatni kellett egymást, akkor lehetett tudni, hogy nem érdemes összeházasodni, mert akkor az élet minden területén rángatni fogják egymást. Már ahol erre egyáltalán lehetőség van. Ugye, és régen ez úgy működött, hogy megvolt a világban mindenről, hogy mi az, ami a férfiak dolga, és mi az, ami a nők dolga. Mi a férfi feladata, mi a nő feladata, mi a férfi felelőssége, mi a nő felelőssége. És a felelősséghez tartozó jogok is. És hogyha így működik egy család, hogy mindenről lehet tudni, hogy az kinek a felségterülete, a férfié vagy a női, akkor nincs mit összeveszni.
És aztán jött ugye a feminizmus, az ilyen izmusokkal, mint feminizmus, kommunizmus, ilyen izmus, ezekre tudni kell, hogy ha tudni akarjuk, hogy kit támad, akkor meg kell nézni, hogy kit tűz az ászlójára. Ezek így működnek. Tehát a feminizmus az a nők elleni mozgalom, a nőiség elleni, a nőiség felszámolására irányuló mozgalom. Ennek ugye a legfőbb ünnepe, munkás mozgalmi ünnep most volt, március 8-án. Hogy mondjam el, hogy ennek van a magyar hagyományban egy megfelelője, ami nőnap és anyák napja és Valentin nap is egyben. Ez a gyümölcsoltó boldog az, hogy most jövő vasárnap lesz. Na. És ha már megtalálta az ember a társát, akkor ugye most benne van mindig egy bizonytalanság egy kapcsolatban, hogy hát lehet, hogy majd szakítunk, lehet, hogy majd rossz vége lesz, lehet, hogy majd elválunk. Igen, ez nem volt, tehát lehetett tudni, hogy megnyerted, onnantól kész. Onnantól vele kell együtt élni, vagy boldogan, vagy boldogtalanul. Tehát akkor már, ha lehet, akkor próbáljuk meg boldogan. Tehát muszáj volt, azért oldották meg, ami problémájuk volt, mert muszáj volt. És akkor lehet úgy hozzáállni a másikhoz, hogy nem probléma fenntartó probléma kezelést folytassunk a kapcsolatban, hanem hogy rendesen bánni a másikkal, rendesen beszélni a másikkal, mert muszáj volt. Ugye ezt szoktam mondani, hogy biztatás helyett biztatás. Tehát lehet úgy is megfogalmazni valamit, lehet egy szidást úgy is megfogalmazni, hogy dicséretnek hozzon, vagy legalábbis biztatásnak. Ezt elmondtam, még 17 éves koromban figyelmeztetett valaki többször, hogy valakinek azt mondod, hogy milyen csúnyán beszélsz. Mondod, hogy beszélhetnél szebben is. Ugye az egyik egy negatív dolog, a másik egy pozitív. Ugyanazt mondja, csak az egyik az pozitív és előremutató dolog. Tehát lehet azt is, hogy ezerszer megkértelek már, hogy a morzsákot takaríts fel magad után, a kurva meccsen után. Nem kértél meg ezerszer bebaszogattál, az nem ugyanaz. Egyszer se kértél, egyszer megkérnél, lehet, hogy jobban működne. Ugye? És nagyon sokszor oda kell figyelni arra, hogy mit mondunk, hogy hogyan beszélünk, mert van egy ilyen gondolkodás, mond az emberek, hogy hát a szó elszáll, és mondani bármit lehet. Nem, a szavaknak súlya van. És ezért kellene odafigyelni, hogy mit mondunk. Nagyon sokszor a fordított világ egyik példájunk, nagyon sokszor tapasztaltuk a fordított beszéd. Hogy valami nem tetszik az embernek, és akkor azt mondja, hogy de tök jó, meg remélem most még a váza is összetörik. Ugye ez a fordított beszéd, ami néha mindenki csinál, de azt hallom, hogy nagyon sokan csinálják ezt, hogy így fordítva beszélnek, aztán csodálkoznak, hogy rossz dolgok történnek. Meg a panaszkodás a másik ilyen dolog, az is a fordított regülés, az is a rossz képeket teremti meg, ami nagyon érdekesen és furcsán működik, párválasztás és deficitjeim mellett ez a pályaválasztás. Ez is ugyanaz a probléma, hogy hát zéró élettapasztalattal kell ezt a dolgot megoldani. Tehát sokan azt mondják 13-14 évesen, hogy hát elmegyek inkább, nem akarok, tudom még mi akarok lenni, elmegyek inkább gimnáziumba, hát majd 18 évesen már el fogom tudni dönteni, nem tudod eldönteni, ugyanúgy zéró az élettapasztalatod. Tehát nem láttad a gyakorlatban soha, hogy az adott munka, amit választottál magadnak, az hogyan működik és mivel jár, és stb. Hát régen elment egy valaki, ki kellett, hogy tanulni egy mesterséget, mert nem volt földje, nem jutott neki föld, akkor elment egy mesteremberhez, aztán ott megtapasztalta gyakorlatban, hogy milyen is ez a dolog, és kb. Egy hónap után meg tudtam mondani, hogy ez bejön neki, vagy nem. Most meg ugye nem működik ez a dolog, mert nem tapasztalják meg a gyerekek, semmit nem tapasztalnak, meg be vannak zárva egy olyan absztrakt rendszerben, ahol csak elméleti tudásokat kapnak. Van a Rostás Árpád, a cigány asztalos művész, ő csinál egy olyan nagyon érdekes és hasznos dolgot, hogy cigány gyerekeknek szervez ilyen táborokat, meg egyéb dolgot, ahol megismerkedhetnek különböző mesterségekkel, elsősorban az asztalos mester, meg ő azt tudja megmutatni nekik. Hogy lássák, hogy a munka az nem büdös, hogy a kétkezi alkotó munkának van szépsége és van öröme, és nem csak a pénz, amit keresünk fel, az a jutalma, hanem maga az eredmény, amit látunk, vagy ott van. De ezt nem csak az cigány gyerekeknek kellene egyébként, hanem mindenkinek. A kétkezi munkának a becsületét vissza kellene adni. Mert ez is egy ilyen fordító dolog, hogy aki valódi, teremtő, alkotó, gyakorlati munkát végez, az le van értékelve. Viszont az ilyen elméleti,
feltételes, logikai, tötyögtető, Excel táblázatos munkák meg fel vannak értékelve. De az kéne, hogy hogy a fiatalok lássák azt, hogy a kétkezi munkának, meg nem csak a kétkezi, minden, ami alkotó munka, az az igazi munka, aminek van látható, vagy kézzelfogható, vagy hallható, vagy érzékelhető eredménye. És akkor szívesebben csinálja az ember. Mert úgy működik egyébként, úgy működik a magyar ember is, meg úgy működik a cigány is, hogy úgy szeret dolgozni, hogy amikor kedve van, nem 8-tól fél 5-ig, hanem megcsinálja, amikor kedve van. Csak a magyarok ugye megerőszakolták magukat az ipari forradalommal, és beálltak ebbe a mókus kerékbe. És hajlandóak másnak dolgozni, ez nem tudom, hogy mikor jött el ez a pont, amikor a magyar ember elkezdett másnak dolgozni, mert régen nem csinált még a középkorban. Tehát a nemesek azért hozták be a különböző nemzetiségeket, hogy legyen, aki a cselédmunkákat elvégzi. Mert a magyar az nem hajlott erre. Aztán valahogy ez mégis megtörtént, hogy elkezdtünk másnak dolgozni, és ez mondjuk például nem, lehet, hogy nem tetszik a magyar embernek, de megerőszakolja magát. A cigány az nem, a cigány az nem dolgozik másnak, de saját magának tud. Egyik élményem voltam Erdélyben, mikor voltam, egyik első élményem, hogy reggel 5:30 volt a romániai idő szerint, itteni idő szerint még csak 4:30, még éppen hogy csak világosodott, lovaskocsi megy el az úton, mondja a házigazdánk, hogy cigányok mennek az Isten székére dolgozni. Mondom, micsoda? 5:30 mennek a cigányok dolgozni? Hát hova kerültem én? És igen, mert nem kell messzire menni ennek a problémának a megoldásához. És este 8-kor jöttek le rendszeresen. Tehát tud dolgozni, hogyha magának dolgozik, hogyha magának keresi a pénzt. És régen is, tehát most például mondjuk egy családi ház építése, az mondjuk márciusban elkezdik, és októberre költözhető, ha nincs fennakadás. Mit mondom, mindenki látott már ilyen családi házat, ami épülgetett, úgy 5-10 évig. Most régen egy parasztházat a vályogvető cigányok 3 nap alatt felhúztak. Úgyhogy senki nem mondta meg nekik, hogy hányra kell menni dolgozni. Félreértés ne esik, én is szoktam ilyen Excel táblázat, töltögetés, adatrögzítő munkát csinálni, csak tudom, hogy nem attól vagyok ember, hanem az alkotó munka, az a szónak a szakrális értelemben vett munka. Most szakralitás fogalma. Igen, ez is nagyon érdekes, hogy hogyan zajlott az emberiség szellemi korfejlődés, hogy a szakralitás nélküliségtől hogyan jutottunk el a szakralitás nélküliségig. Ez úgy volt, hogy az ősembernek valószínűleg eredetileg nem volt a szentség fogalma. Azért, mert egyszer minden szent volt a számára. Ez az avatárban van egy nagyon-nagyon fontos mondat, ez én számomra, és pont a főgonosz mondja ki, hogy elpusztítják a szent fákat, és akkor azt mondja, és amikor ezt felrólják neki, akkor azt mondja, hogy de hát itt akármi feldobok egy követ, biztos, hogy valami szent páfrányra fog ráesni. És pontosan ez a lényeg, hogy igen, bementek oda az emberek erre a bolygóra, ahogy akkor az ősemberekkel találkoztak, és mint az elefánt a porcelánboltba, tehát nem tudnak úgy lépni, hogy ne csináljanak kárt, mert nem tudják, hogy hogyan kell együtt mozdulni azzal a közeggel, amivel azok a lények ott együtt tudnak mozdulni, és minden szent a számukra. És ezért nincsen szükségük szentségfogalmat. Tehát a szentségfogalom akkor jelenik meg, amikor a profanitás megjelenik, amikor valami szóval, hát ez itt csak egy kő, ez itt csak egy, mit tudom, egy ilyen állat, ez itt csak egy fa. Nem vagy kívánva, ez csak egy fa. Semmi se csak az, ami. Ez a profanitás. De se ez, de ez egy tévedés, ez egy illúzió. Semmi sem csak az, ami. Hát a valóság az végtelenül komplex, végtelenül bonyolult. Tehát a legkisebb dolognak a megértéshez is végtelen tudásra lenne szükség. Tehát így jutott el az emberiség az animizmus, és a panenteizmus, és a politeizmus, és a monoteizmus útján az ateizmusig. A monoteizmus az már egy nagyon-nagyon beszűkült szentségfogalom. Ott van egy absztrakt, elvont, távol és megközelíthetetlen Isten, akihez imádkozunk fölfelé, aztán reméljük, hogy hallgatja. És onnan jön minden szentség, esetleg ide-oda a szenteknek, angyaloknak, akárinek oszt valamennyit, és egyébként meg a profán világban élünk. És nem kell tisztelni sem a
nem tudom, a követ se, a fát se, a folyót semmi, tehát a Biblia például írja is azt, hogy azt mondja az Úr, ez a Mózes 5. könyve a törvényről, hogy se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodjál, és le ne borulj azok előtt, és ne tiszteljed azokat. A Biblia azt mondja, hogy ne tiszteld a napot, ami az életet tartja fenn a földön. Ne tiszteld a napot, ne tiszteld a holdat, ne tisztelj semmit, csak azt a bizonyos megközelíthetetlen, láthatatlan Isten, amiben aztán így egy idő után így csalódik az ember, és így a monoteizmustól már csak egy kis lépés az ateizmus, ahol véglegesen megszűnt a szentségfogalom, és már csak a profanitás létezik. És ennek az egyik tünete az az, hogy amíg volt legalább monoteizmus, addig voltak az életben középpontok. Az, hogy teljesen megszűnt a szakralitás, annak az egyik tünete az az, hogy megszűntek a középpontok az életünkben. Tehát ma bemegy az ember egy családi házba mondjuk, annak hol van a középpontja? Hát sehol, hát valahol leülök, aztán ott ül a képen. Régen mondjuk egy parasztháznak a közepén a tűzhely volt, az volt a központja, a kemence. És mondjuk volt a konyha, és a konyhának is volt egy saját középpontja, ez az asztal volt, ahol amit oltárként működtettek gyakorlatilag, mert ételit, a áldozatot ott mutatták be. Ez egy középpont volt. Maga a ház is úgy épült, nem össze-vissza építették, hanem a négy égtárnak megfelelően úgynevezett keleteléssel. Tehát kelet felé nézett tiszta szobaablak, a délről volt a bejárat, észak felé nem nyitottak se ajtót, se ablakot. És most meg azt látom, hogy van egy telek, és így a szélére oda van ragasztva a ház. De hogy miért? Aztán, és ott a másik telek, és annak is itt van a szél, és ott van a rengeteg hely, és a két ember egymás szájában van. Komolyan mondom, ez tényleg más nem tudok mondani, csak hogy azért van, hogy az emberek vidéken is ugyanúgy egymás szájában legyenek, mint városban, és ugyanúgy összevesszenek a szomszédok, hogy már megint reggel 7-kor az én fejemen vágja a tűzifáját. Hol lenne elég hely? Nem tudom, hogy miért csinálják ezt, hogy a telek szélére kell ragasztani a házat. Igen, hát régen középen volt a tűzhely, most a konvektor az hol van? A szélre ragasztva, ugye a falon. A tűzhely az hol van? Az is a falra van ragasztva, ugye? Tehát kitolódtak ezek a dolgok szélre, amiknek középen kéne lennie. És a középpont nélküli település, hogy még kígyen menjünk. Tehát ez mondjuk egy ilyen Matrix-szerű település, mint ahogy így vannak az utcák. Ennek nincsen középpontja ennek a településnek. Jó lehet mondani, hogy egy geometriai középpontja van, de hát az nem funkcionál középpontként, az csak egy véletlenszerű pont, nem jeles pontja a Matrixnak a középpontja, hanem csak az egyik pontja sok közül, egyenrangú a többivel. És van ez világméretben is az internet. Az internet is egy középpont nélküli hálózat. És országos szinten meg például vannak ezek a szélső fővárosok. Tehát mondjuk az Európai Uniót megnézzük, Brüsszel a szélén van, ott van a fővárosa. De Magyarországot megnézzük, ugye eredetileg, az eredeti határai között a fővárosa az a közepén volt nagyjából, Budapest. Szétdarabolták, most már a szélén van a főváros. Mert levágták ugye belőle a felvidéket, az most már Szlovákia, a Szlovákiának hol van a főváros, a Pozsony a szélén. De még Amerikában is így működnek a dolgok, tehát ugye ott van Washington, a politikai központ, ott van New York, a gazdasági központ, mind a kettő a keleti partnál van. Szellemi központ, Los Angeles, nyugati partnál van. Ott is széleken vannak, amik elvileg középpontként kéne, hogy működjenek. És az ilyen középpont, mivel hogy egy normális középpont, ami középen van, az részt vesz mindenfajta energia és információ és minden áramlásában a szervezetnek, az adott rendszernek. Abban teljesen mértékben belevetül a rendszernek az eszenciája, és onnan megy ki minden. Hogyha a vezérlési középpontot kitesszük a szélre, akkor kicsatoltuk a rendszerből, és nem a rendszerrel összhangban fog működni, hanem hülyeségeket fog csinálni. Tehát például egy szélen működő középpontból kicsinyes dolgok fognak, tehát ott fog megjelenni a kicsinyesség. A kicsinyes jogszabályok, meg a kicsinyes jogszabály alkalmazás. Meg a bürokrácia.
ott fog megjelenni. Meg a hülye természetellenes, valóság ellenes szabályokat fognak hozni. Egyik kedvence például, hogy az Európai Unió szerint erdőben tilos disznót tartani. Hát az a természetes élőhelye. Akkor miért ott tilos tartani? Mert az izének nem felel, meg a NASSR minőségbiztosítási rendszernek nem lehet klórral felmosni ott az avart a disznóat. Őrület. Ha már disznókról van szó, és hát természetesen amit boxokban tartanak disznók, azok és ilyen izé, hogy hívják, tehát ez a Yorkshire, vagy minek hívják, ez a rózsaszín dodge malac. Amikor régen ugye mangalicát tartottak Magyarországon, az a saját fajtánk. De miért volt ez a változás? Azért, mert hússertés kell, mert a húsfogyasztásunk növekedett meg. Tehát minden reggel hús délbe, hús este hús. Most ez se normális egyébként, ez se egészséges, mert az ember egy mindenevő lény. Most megnézzük egy mindenevőt, hogy a természetben hogy táplálkozik. Az étrendjének csak egy kis része hús, nagy része növényi eredetű. Tehát az embernek is így kéne enni, és régen így is evett. Tehát egy héten egyszer ettek húst az emberek, vasárnap, meg az ünnepeken, a lakodalom, aztán a disznóvágáson, a disznótorban is ettek húst, de alapesetben csak egy héten egyszer vasárnap délben ettek húst. Viszont a zsír, a szalonna, a töpörtyű, ez nem számít húsnak. Tehát ezt viszont minden nap ették. Úgyhogy ezért volt jó a zsírsertés, mert a zsírfogyasztásuk sokkal nagyobb volt. Olyannyira, hogy például amikor a kisbabát elkezdték elválasztani, átszoktatni a rendes táplálékra, anyatejről, az legelső dolog, amit kapott, az a szalonna volt. Viszont húst addig nem kapott, amíg a foga ki nem nőtt és meg nem tudta rágni, tehát nem volt ez a beledaráljuk a papiba, a sutyiba a húst. Ez ilyen nem volt. Amíg nem tudta megrágni, nem kapott húst. Ez is ilyen érdekes módon felborult, hogy esszük a húst állandóan, és közben meg a zsírszegény táplálkozással jönnek nekünk. És ha már a disznóknál tartunk, van egy érdekes, meg itt egy nagyon érdekes probléma, körbe fogunk belemenni, beszéljünk a mentelmi jogról. Tehát a jog és a felelősség, a hatalom és a felelősség, azok elvileg együtt kellene, hogy járjon. Yeah. Tehát egy politikusnak elvileg nagyobb felelősséget kéne vállalni a tetteért, hogyha nagyobb hatalma van, nem hogy mentelmi jog, hanem éppen ellenkezőleg ugyanazért a bűncselekményén mondjuk súlyosabb büntetést kellene kapnia, mint egy átlag embernek. Tehát a törvény előtti egyenlőség az nem biztos, hogy mindenképpen helytálló. Tehát lehet, ott is olyan szempontból mondjuk igen a törvény előtti egyenlőség, hogy mondjuk fai meg vallási szempontból, ez a vallási szempontból is, tehát hogy most, hogyha nekem azt mondja a vallásom, hogy húsvétkor gyerekeket kell feláldozni, akkor hol van a szabad vallásgyakorlás joga? Tehát úgyis jön a húsvét, nem sokáig nincsen valakinek fölösleges rossz tanulóban. Tehát a vallások közötti egyenlőség meg, hogy tehát akkor én vallásilag diszkriminálva leszek, hogyha ezt nekem nem engedik meg. Tehát az egy dolog az a vallásszabadság, hogy az egyik ember úgy imádkozik, hogy mi atyánk a mennyekben, vagy a másik meg úgy, hogy Hare Krishna, harmadik úgy, hogy Shalom Yisrael, a harmadik, meg negyedik, meg úgy, hogy Allahu Akbar, és hogy ezt hagyj, tegyék, és ezzel nincsen semmi baj. Hát valóban nincsen ezzel semmi baj, de egy vallás az nem csak külsőségekben áll. Tehát egy vallásnak van egy teremtés mítosza, ennek megfelelően van egy istenképe, és van egy emberképe, és itt jönnek be a problémák, hogy az ember hogyan, az attól függően milyen az emberképe, az ember hogyan viszonyul az Istenhez, vagy az Istenekhez, vagy politeista vallásban, hogyan viszonyul a természethez, illetve hogyan viszonyul más emberekhez, és így mások lesznek a normák. Tehát és ezek adott esetben a különböző vallások és különböző kultúrák adott esetben egyforma érvénytartamok lehetnek, de amikor ezzel találkoznak egymással, akkor ott problémák lesznek. Mert egy társadalomnak nincsenek bizonyos közös nevezői a normalitást illetően, akkor az destabilizálódik. Na szóval visszatérve itt a jogokra, meg a mentelmi jog kérdéskörre, a felelősség, hatalom és felelősség,
A felelősséghárítás az élet minden területén jelen van. Tehát az, hogy jogokat követelünk az államtól, ugye ez is fordított dolog, ezt már elmondtam, az egy dolog, de hogy a joggal felelősség is jár, azt nem annyira szeretjük. Tehát az alkotmány az ne tartalmazzon ilyen dolgokat, azt ugye nem szeretnék annyira. Tehát azért nem ér semmit a jelenlegi alkotmányból, és látszik, hogy mekkora egy marxista banda ez a Fidesz, hogy bele tudják írni az alkotmányba, hogy Isten így, meg a Szent Krónikák, de fogalmuk nincsen, mi az, hogy szakrális állam. Tehát fogalmuk nincsen, hogy hogyan kéne definiálni azt, hogy úgy kellene kezdődnie a történetnek, hogy a magyar nemzetnek és a magyar államnak ennél fogva milyen hivatása van, milyen küldetése van a Földön, és ennek fényében ehhez milyen jogosítványokra van szüksége. Mesélek egy anekdotát, hogy hogyan működik ez a hatalom és felelősség kérdésköre, hogy egy ismerősöm még régebben a Kozma utcai börtönben dolgozott, civilként, és volt ott egy szintén civil kazánfűtő, és egy rab megszökött. Egyedül, ami ritka dolog, de szépen kivitelezte, valahogyan sikerült, kijutott a kerítésen, megszökött. A kazánfűtő vette észre, hogy ott mászik kifele az elítélt, és szalad gyorsan szólni az őröknek. És meg kimentek ugye az utcára keresni, de már nem találták meg, tehát sikeresen megszökött. Na hát akkor természetesen ilyenkor következmények vannak, tehát megindult a vizsgálat, hogy ki tehet róla, mi tehet róla, hogy történt, mi történt, ki mulasztott, ki a vétkes. És a vizsgálat végeredménye, mit gondolom, mi lett? Kirúgták a kazánfűtőt, igen. Tehát amikor egy cégnél egy felsővezető azt mondja, hogy rajta mekkora felelősség van, mert neki milyen döntéseket kell meghozni, igen, valóban döntéseket kell meghozni, de hogyha rossz döntés hoz meg, akkor nem fogja a felelősséget letolni valakire maga alatt, de hogy nem. Tehát, hogyha logisztikai hiba miatt megrohadt 10 millió forintnyi tejtermék, akkor ugye nem, akkor ugye a raktárost fogják kirúgni, vagy a targoncás srácot. Hát így működik a világ, és ugye a felelősség hárítás, minél több hatalmad van, annál inkább hatalmadban áll hárítani a felelősséget. Ez egy nagyon érdekes dolog, és így tud megjelenni például a kontraszelekció. Az, hogy valaki emberileg minél alacsonyabb minőséget képvisel, annál könnyebben tud felfelé jutni. Megint Papp Gáborra kell, hogy hivatkozom, hogy mondott egy nagyon jó példát, mert ő óvodától egyetemig minden szinten tanított, és mondta, hogy hát tulajdonképpen kinek van a legnagyobb felelőssége az oktatás különböző szintjei. És hát tulajdonképpen az óvónőnek a legnagyobb a felelőssége a oktatás nevelés terén, és a professzornak a legkisebb. És ehhez képest azt látjuk, hogy a professzor van leginkább megbecsülve, mint társadalmilag, mint anyagilag, és az óvónő legkevésbé. Ez is egy visszaesek, de erre azt mondta Papp Gábor, hogy szerencse, hogy ez így van. Szerencse, hogy így van, ugyanis ennek köszönhető az, hogy óvónőből találkozott a legtöbb emberszabású lénye. Egészen egyszerűen azért, mert az óvónő az nem karrier szakma. Nincsen olyan, hogy sztár óvónéni, ugye, aki 50 ezerért csinál egy pisiltetést. Nincsen ilyen, és ezért aztán ott a legkisebb a könyöklés, és ott a legkisebb a kontraszelekció. Na most, ahol meg karrier szakma van, ott meg ugye hát a politika az tipikusan egy ilyen dolog, de például a fegyveres szerveknél is így van. Tehát régen ugye mi alapján választódott ki, hogy ki lesz egy magasabb, egy hadnagy, vagy még magasabb, egy hadvezér, mi alapján léptetődött elő egy katona. Hát mondjuk például bátorság alapján, virtus alapján, ilyen dolgok alapján. Most meg fordítva van, tehát most meg olyan emberek termelődnek ki a fegyveres szerveknél vezető pozícióban, akik paranoiások, akik még attól is félnek, amitől nem kéne. Mondok egy példát, nem tudom ki az, aki ismeri eléggé népszerű, van ez a Tolvajkergetők nevű kezdeményezés, illetve most már inkább is országos mozgalom határon túlon is már tevékenykednek. Nagyon egyszerű, amit csinálnak, megfognak egy viszonylag drága biciklit, beledugnak egy GPS jeladót, kikötik egy kresztáblához egy ilyen olcsó sodronnyal, aztán ott hagyják. És jön a jó képességű polgártárs,
elnyiszálja a sodronyt, ráül, hazamegy vele, GPS jeladóval megkeresik a házat, a rádiós irányjelzővel megkeresik a lakást, és aztán hívják a rendőrséget, rájuk rúgják az ajtót, kattan a bilincs, ennyi. Na most azt gondolnám, most lehet, hogy ilyen fotájogászok ezen fel vannak háborodva, vagy ez itt önbíráskodnak, meg mit, azt gondolná az ember, hogy a rendőröknek ez tetszik. Mert hát végül is az ő munkájukat segíti az, amit csinálnak. Hát a bűnügyi statisztikákat javítja, és ténylegesen kimutatóan is javította, és hát dicsekedett is vele a rendőrség, hogy több mint 50%-kal visszaesett a kerékpárlopások száma Debrecenben, nem tudom hány száz százalékkal növekedett a felderítettség. És tehát ők ezt a társadalom felé, meg a saját feletteseik, meg a kormány felé prezentálhatnák. Tehát azt gondolja az ember, hogy ez milyen, hogy eznek nagyon örül minden. És gyakorlatilag meg azt látjuk, hogy a kis rendőrök örülnek neki, a rendőri vezetők meg félnek a tolvajkergetőtől, hogy úristen, ezek kik ezek, és mit akarnak, és mire vatkoznak be a mi dolgunk. Tehát, és ez is azért van, mert a rendőrség is egy ilyen karrier szakma. Ahol ilyen módon érvényesülni tud a kontraszelekció, meg a felfelé bukás. Tehát, hogy ha valakit el kell távolítani egy adott helyről, akkor elléptetjük. Felfelé bukás politikában is van ilyen, de a fegyveres szerződésnek, a rendőrségnél is van ilyen. Tehát tudjuk, hogy mi a közös az asztrofizikusban és a rendőrben. Hogy mind a kettő csillagokra vadászik. Tehát, és ha már csillagoknál tartunk, akkor van még egy nagyon érdekes csillagfogalom a mai társadalomban. Ezek a sztárok, ahogy ma hívják, ugye régen még hallottam, a 80-as években még lefordították, még volt olyan, hogy filmcsillag, már csak filmsztárnak hívják. Ugye a csillag is egy olyan dolog, ami hát évmilliókon keresztül, sőt évmilliárdokon keresztül egy mozdulatlan fénypont, nem mozdulatlan, mert a Föld kering, de a többihez képest egy mozdulatlan fénypont. És tájékozódásra használták. Ma meg ugye 15 perc hírnév világában ezek a sztárok nagyon sokszor már nem is sztárok, hanem celebek vannak. Ez egy nagyon érdekes dolog. A Kovács Ákosnak volt egy olyan megfogalmazása, hogy celeb az, aki a címlapon van, de nem tudjuk, hogy miért. Na most én nekem van egy még jobb definícióm erre, a sztárra is, meg a celebre is. Sztár az, aki híres, és ezért a címlapon van. Celeb az, aki a címlapon van, és ezért híres. Na hát köszönöm a figyelmet, nagyjából ennyi volt, illetve a Bolyafészekben folytatjuk április 17-én, és esetleg valami kérdés hozzáfűzni való akármi. Van-e, ne legyen. De, legyen. Legyen. Ha nincsen semmi, akkor berekesztenénk az ülést, és akkor... Illetve lehet kezdeni az ülést, úgymond, tehát lehet kimenni italért, ilyesmi is, igen. Én azt megkérdezném, hogy oktatás terén te milyen változásokat javasolná egy olyan embernek, aki benne van, és tehát én például tanítok, és nem tudom, érzem, hogy ez nem oké, ami most működik, viszont nem tudom, hogy hogyan lehetne ezen változtatni, mivel ugye az ember fején ülnek. Ezt nagyon erről is szó, Hintalan László és Ryan Márk közel értesítést kaptuk. Akkor erre majd ő válaszol. Egyébként annyit hagyd mondjak el. Tessék? Majd bővebben, te meg így. Annyit mondanék, hogy ez nagyon nehéz kérdés, igen, mert amit kihagytam most az anyagból, de akkor mégiscsak mást elmondom, hogy ez August József erdészmérnök professzor mondása. A világnak nem az a baj, hogy valamit rosszul csinál. Az elmondottak alapján azt hírnénk, hogy igen, de nem az a baj, hogy valamit rosszul csinálunk. A világnak az a baja, hogy rosszat csinálunk. És hogyha a rosszat próbáljuk meg jobban csinálni, az eredmény csak nagyobb rossz lesz. És ezért nagyon nehéz dolog javítani ezeken a rendszereken, mert a rosszat csinál, próbáljuk mindig jobban csinálni. Ez is a probléma fenntartó, probléma kezelés egy rész, hogy a rosszat próbáljuk jobban csinálni. Tehát én nem akarok úgy észosztani, hogy én utoljára diákként tevékenykedtem ebben a rendszerben sok-sok évtized ezelőtt. De ez nagyon jó kiindulási pont, egyébként szintén az oktatásban dolgozom, és egy beleig roppant rendszert megreformálni nem lehet. Tehát ez... Tehát igen, a... Igen. Felszokott merülni a kérdés, hogy egyáltalán minek iskola. Tehát ugye vannak olyan emberek, akik nem járnak iskolába, és szépen maguktól megtanulnak mindent ugyanúgy.
Hát igen, csak az a baj, hogy ugye a család szanaszéjjel van. A szülő, az egyik szülő ezen a munkahelyen ül, a másik szülő azon a munkahelyen ül, a nagymama a tévé előtt ül, de lehetőleg egy másik városban, vagy egyenes egy másik országban, az a legjobb. És így aztán kifoglalkozik a gyerekkel, kivigyáz rá napközben. Tehát az iskolák az első számú funkció, az gyerek megőrző. És ha már ott van, akkor tanítsunk neki valamit, de persze azt is rosszul. És maga a rendszer, tehát az egyik probléma az iskolában az, mert egyébként lehetne ezt azért jobban is csinálni, tehát nem, mert nem azt mondom, hogy az iskola mindenképpen ördögtől való. Tehát a szülő meg tudja tanítani a saját tudását, azt, hogy ő ott a helyben mit, hogyan csinál, hogyan farag széklábat, hogyan főz ebédet, hogyan szánt, hogyan arat, hogyan csépel, hogyan sző, most hímer, stb. De a tágabb világ dolgait adott esetben egy képzett tanár jobban meg tudja tanítani. És hát mai világban én nem gondolom azt, hogy abba az irányba kellene visszamenni, hogy akkor mindenki csak azt a kis környezetet ismerje, amiben létezik. És ne tudja azt, hogy merre van Franciaország. Mert minek? Tehát a mai világban ez nem, tehát ez már a mai gondolkodás módunkkal ez nem tűnik elfogadhatónak. De legalább meglegyen az a környezet, legalább meglenne az a környezet, ahova az ember tartozik. Tehát, hogy egy gyerek, mit tudom én, 3 éves korától el lehet mondani, hogy annyi hektár tud bebarangolni töviről hegyire, ahány éves, és annyi kilométerre megy el gyalog maximum, ahány éves. És ilyen mód, és megismeri ezt a szűkebb környezetet, meg ezt a tágabb környezetet, és például ilyen módon lesz a gyereknek elsősorban hazája. Tehát, hogyha meg kell védeni mondjuk a hazát, 1848-ban toboroztak a parasztlegények között, és hát mentek meghalni a hazáját, tudták, hogy miért halnak meg. Pontosan emiatt. Ma hogyan várhatjuk el egy embertől, hogy áldozatot hozzon a hazáért? Hát mi a haza a mai, mondjuk egy pesti gyereknek, egy paca a térképen? Nem tud hozzá viszonyulni. Na, szóval, tehát ha közvetlen környezet megtapasztalja, akkor lehet egy olyan közegbe bekerülni, ahol a tágabb világ dolgairól tanul, de ott sem kellene, nem kellene ez a nagyon-nagyon, az is ilyen mátrixos rendszerben működik, ilyen kocka minden túl, így, pad, sorok, így, és az osztályok, elsős, másodikos, harmadikos, negyedikos, hát adott esetben ugye, a tanító néni megtanítja a gyereket olvasni, amikor elmegy az iskolába fél év alatt. 6 éves gyerek megtanul a tanító nénitől olvasni, hazamegy, otthon 2 hét alatt megtanítja ezt a 4 éves testvérének. Tehát azért nagyon nagy probléma ez a mai iskolarendszerben, hogy szét vannak választva egymástól a korcsoport, meg sokszor a nagyobb gyerektől sokkal könnyebben tud tanulni a kisebb, mint a felnőttől. Tehát ez az egyik dolog, hogy valahogyan jobban kellene, hogy érintkezzenek egymással a korosztályok, mint ahogy régen egy falusi iskolában is működött, tehát a legkisebb gyerektől a legnagyobbig mindenkit vagy egyszerre tudott tanítani a tanító úr. Azért, mert főleg a nagyobbakat tanította, a nagyobbak meg a kisebbeket. És onnantól, és innentől kezdve mindenki a saját tempójában tud haladni, és hogyha nincsenek osztályok, és innentől kezdve nincs szükség osztályzatokra sem. Tehát a kettő nagyon erősen összefügg egymással. Akkor haladjon a saját tempójában, tulajdonképpen ez az egyetemen jön be először ez a dolog, egy hasonló dolog, hogy a különböző tantárgyakból különböző sebességgel lehet haladni, hát az egyikből már levizsgálsz, ennyi vizsgád megvan, a másikból még semennyi nincs meg. Ezt kezdettől fogva valahogyan lehetne, hogy mindenki a saját tempójában haladjon, és a saját irányába haladjon, hogy mik azok a dolgok, amik jobban érdeklik, és úgyis azt fogja, hogy most hiába verjük bele, hogyha a fizika nem érdekel, akkor hiába kényszerítjük, hogy seggelje be azt, ami a fizika tankönyvben le van írva, úgyis elfelejti a dolgozatírás után, hát 2 héttel, 2 nappal. Tehát teljesen fölösleges azt, hogy mindenki ugyanazt tanulja meg, és ugyanúgy, és ugyanakkor. Tehát ez a legnagyobb baj a mai iskolarendszerrel, hogy kényszer alapon működik, hogy kényszeríti a gyereket a tanulásra, és ezzel kiöli benne belőle az érdeklődést, a tudás szeretetét, és nem tanítja meg az önálló gondolkodásra. Megmondja neki, hogy mit kell gondolni. Nem tanítja meg azt, hogy a gondolatait hogyan kell kifejezni. Mi az első dolog, amit megtanul a gyerek az iskolában, hogy hogyan kell nem beszélni.
Tehát ez a nagy probléma. És így az embereknek például az éró vitakultúrájuk van. És alapvető retorikai hibákba beleesnek, mert nem tanulnak meg vitatkozni például. Nekem például szerencsém volt az általános iskola, hogy mondjak pozitív példát. Általános iskola felső dolgozatban nekem olyan irodalom tanárom volt, aki nem elmondta azt, hogy mi van a tankönyvben és mit kell tudni mondjuk az adott versről, azt is elmondta, de nem azzal kezdte, hanem azzal, hogy elolvassuk, vagy felolvastam, vagy valami, na és utána is most beszélgessünk róla. És azt tanította nekünk, hogy hogyan kell önállóan gondolkodni, hogyan kell az értő olvasást tanította először is. És azt, hogy amit elolvasunk, akkor hogyan kell gondolkodni, hogyan kell véleményt formálni, ezt a véleményt hogyan kell közölni, mások ellenvéleményével hogyan kell ütköztetni, rendes ilyen viták alakultak ott ki, meg minden. És ezt a jelenlegi iskolarendszer keretei között meg tudta csinálni ez a tanárnő. Tudom, hogy ezzel nem válaszoltam meg a kérdést, ez csak egy példa volt. Nem segített sokat. Köszönöm. Igen. Na, van még valami? Már itt ne biztos minket ennyit. Na, hát bárki ehhez hozzászól, vagy más dologhoz. Hát itt a megoldásokról hallottam keveset. Igen, ez az előadás, nem, mert ez nem arról szól az előadás, tehát ez csak ilyen észosztás. Ez nem a megoldásokról szól, de más előadásaimban, ami fel vannak a YouTube-on, beszélek egy kicsit a megoldásról is. De lehet, hogy majd csinálok egy olyan előadást, ahol ezekre mind tételesen válaszolok, hogy hogyan kéne. Hogy hogyan lehetne megjavítani. Tehát például itt van ez a folyamszabályozás kérdés, amit mondtam, hogy tehát ami nagyon szerencsés dolog, tehát hogy mondjuk, hogy én betöröm ezt az üveget, az egy mozdulat, de nekik beüvegezni azt, az nem csak egy mozdulat lesz. Tehát valamit elrontani általában sokkal könnyebb, mint megjavítani. A folyamszabályozással kapcsolatban olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy pontosan ugyanannyi munka lenne megjavítani, mint amennyi elrontani volt. Ráadásul akkor azt 10 éve kézi erővel, ásókkal csinálták, meg most meg ugye van bobcat, meg markoló, meg minden. Nem jó fele gondolkodnak erről, én mint Tiszai mondom. Most tényleg ugyanannyi munka lenne, ha jól gondolkodnának erről. Még hogyan lehet rosszul gondolkodni erről? Hogy ne csináljuk meg. Hát, hogy gátat magasítanak, úgy lehet rosszul gondolkodni erről. Hát az árvíz elleni védekezés, az nem oldanak meg semmit. Igen, tehát majd lehet, hogy megpróbálok így egy ilyen megoldás előadást tartani. Egyszer. De más előadásra én beszéltem erről. Délben is egy kör alakú előadóban. Hol? Délben is egy kör alakú nézőtérnek a közepén, mert most így megint beültünk egy hányba. Ja, hát persze, tehát azt lehet, hogy akkor úgy fogunk tartani az előadást, hogy és akkor el fogom mondani mindennek a megoldását. Tehát nem feltétlenül így kell működni a dolgoknak. Vagy úgy, hogy haladjunk egy irányba, mint ahogy régen a templomban csinálták, ugye, hogy a pap háttal állt a gyülekezetnek, és úgy mutatta be a szent áldozatot. Szerintem, hogy én is fogsz egyszer egy fordított virág című előadást, ezt így kell. Komolyan gondolkodtam rajta egyébként, hogy fehér nadrágot és fekete inget fogok felvenni, csak nincs fehér nadrágot. Meg ahol, hogy mit tudom, hogy ide felhúzok egy nadrágot, ide meg egy ilyet kötök fejjel lefelé. Ilyen gondolatom is volt. Akkor nagyon szépen köszönjük Marinnak az előadást, és mindenkit legközelebb is szeretettel látunk, és örülök, hogy itt voltok.